Másfél évvel ezelőtt maradt egyedül Nanna, az alaszkai fehér farkas, a kecskeméti vadaskert egyik legimpozánsabb lakója. Amikor a vadaskert hímpéldánya elpusztult, akkor az intézmény igazgatása úgy döntött, csak akkor fogadnak új hímfarkast a vadaskertbe, ha egy új, nagyobb kifutót kaphatnak az állatok. Időközben azonban a jogszabályok is változtak, az új kifutót így két fontos paraméter alapján kellett létrehozni. Elsősorban a törvényi előírásoknak, a biztonsági előírásoknak kell megfelelnünk, de azután arra törekszünk, hogy minél természetközelibb kialakítást hajtsunk végre a kifutókban, és azt hiszem ennek egyik szép példája a most elkészült farkas kifutó is. Nyilván az adott környezethez a legjobban hasonlító növényeket próbálunk oda telepíteni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az új kifutó sokkal nagyobb legyen, tehát az új kifutó eleve úgy terveztük, hogy majdnem háromszorosára növekedett a farkas területe. Az állatok izgatottan vették birtokba új életterüket. Igaz, a szoktatás idejére még külön-külön. Az újabb hímfarkas a nyíregyházi állatkertből érkezett Kecskemétre. A gondozók még titkon abban is reménykednek, hogy hamarosan nem csak kettő farkasról, hanem komplett falkáról beszélhetünk majd, és lesznek kicsinyek. Nem ez az első fajta védőakció, amiben a kecskeméti vadaskert részt vesz. Éppen Nyíregyházára vittük a fekete párducunkat, és azért van, és sokan keresik is, azért van az, hogy üres most az ő helye párduc szempontjából. Az is egy fajmentő program keretében került Nyíregyházára, hiszen egész Európában összesen 4 ilyen hím van, közt az egyik a miénk, és bízunk benne, hogy ennek a fajmentő programnak a keretében egyrészt szaporulat jön létre, amely szaporulatból egyrészt más állatkerteknek is tudunk juttatni, illetve hát ha nagyon sikeres egy ilyen program, akkor az élőhelyükre is ki lehet helyezni őket. A kecskeméti vadaskertben mától már két alaszkai fehér farkas él, akiket érdemes meglátogatni. Megfigyelésüket egy vadonatúj 21. századi kifutó is segíti, ami szintén figyelemre méltó.